Sziasztok, Kamber sportolók, üdvözöllek titeket a Mire fogadjunk a 19. részében. Mint láthatjátok, már jobban vagyok. Nagyon szépen köszönöm ezúton is a jó kívánságokat, illetve a jobbulást kívánó üzeneteket. Úgy látszik, meghallgatásra kerültek. Újra be fogom vezetni a like-hoz kötött videó publikálását. Megmondom a Frankót, hogy kicsit vissza fogok venni a videók mennyiségéből, ugyanis elemzésemet ugyanis megtaláljátok a Gold Clubban, viszont nagyon sok időm elmegy ennek a felvételével, megszerkesztésével, publikálásával és így tovább, úgyhogy bocsánat, heti 2-3 alkalommal fogok maximum jelentkezni, és lájkhoz lesznek kötve a következő videó publikálásának a várhatóságai. Erre a videóra szeretnék kérni 200 lájkot, ha ez teljesül, akkor azt követően publikálom az újabb Mire fogadjunk ma videót. Tegnap elemzésem sajnos vesztett, így -1 egységgel zártunk, de összességében még mindig 10,25 egység profittal rendelkezünk, ami szám szerint 20.500 forint profitot jelent a 100.000 forintos kezdőbankunkhoz képest, mivel már 4:45 van, most mikor ezt fölveszem, így is már késő időpont, ezért nem fogok nektek most itt elemezni, szimplán elmondom, hogy mik azok az elemzések, illetve tippek, amiket jónak látok a mai napra. Összesen 3 elemzést publikáltam a Gold Clubba, egy lekérhető SMS formájában, itt meg tudjátok tenni a szokásos módon, illetve leírásban is megtaláljátok ennek a módját. A másik mérkőzés az most fog kezdődni 1-2 órán belül, úgyhogy azt értelemszerűen nem osztom meg itt most veletek. Azonban a harmadik C-kategóriás kombinált tippemet megosztom, ami kosárlabdán, azon belül is az NBA bajnokságból lesz. 3 kimenetet néztem ki, a Philadelphia 76ers győzelmét 1,32 szorzóért, a Milwaukee Bucks -5 handicappes győzelmét 1,36 szorzóért, ezt tippmixen -4,5-et találjátok meg, ha jól emlékszem, illetve a Los Angeles Clippers győzelmét 1,4 szorzóért. Ez a 3 egyben egy 2,51 szorzót fog összehozni, amire én C kategóriás erősséget adok, azaz maximum egy egységgel tegyétek, ami szám szerint 2000 forintot jelent a mi esetünkben. Ne felejtsétek el, hogy Black Friday akciónk van most is, de jelen esetben Roland Silveres csoportjára 30% kedvezménnyel tudjátok ezt is igénybe venni, mint múlt héten a Gold Clubból, így 5000 forint helyett 3500 forintért tudtok előfizetni a foci elemzésekre, kosár elemzésekre, és így tovább a további sportágakra, amikkel Roland foglalkozik. Most nem fogom bemutatni nektek a csoportot, ha ide kattintotok, illetve ezt beírjátok a böngészőbe, akkor el tudjátok olvasni, hogy miket találtok Roland csoportjában. Hát több mint 50-en vagytok jelen, nagyon jó kis közösség van jelen ott a csoportban, úgyhogy várjuk a további tagokat. Mára ennyi lett volna, várom a 200 lájkos srácok, fogjatok össze, legyen itt is egy tök jó kis közösség, mutassátok meg, hogy van erre igény ezekre a videókra. Úgyhogy én Ibró voltam, hamarosan jelentkezem, sziasztok!